Még a számítógépen meg kellett rajzolni az alapját, utána az alapot ki kellett vágni lézervágóval, és utána a 3D-ben meg kellett rajzolni ugyanúgy számítógéppel, és utána a 3D nyomtatóval ezt kinyomtattuk, utána tegnap összeszereltük, és ma meg beprogramoztuk. Így néznek ki az egyedileg tervezett és már hardveresen elkészült robotok, amelyeket már csak programozni kell, hogy végig tudjanak menni a versenypályán. A digitális alkotóműhelyben 5 napot tölthettek el általános iskolás gyerekek, akik különböző szakmákkal ismerkedtek meg a napközis táborban. A célunk az, hogy népszerűsítsük a szakmákat, elsősorban azokat a szakmákat, amelyeket tagintézményeinkben tanítunk. Ez alatt az egy hét alatt megismerkednek a varrással, a fa megmunkálással, a fém megmunkálással, forraszthatnak, és talán a számukra legérdekesebb az, hogy építenek egy olyan robotot, amelyet ők programoznak, és a saját telefonjukról tudják irányítani. Ezen dolgoznak egész héten. Az elemek egy részét itt készítik, ők tervezik és nyomtatják 3D-s nyomtatóval. A robotoknak ezen a pályán kell végigmenniük az 5. nap végére, úgyhogy a gyerekek a saját okostelefonjukkal irányíthatják őket. Van, aki ezt a feladatot már túl is teljesítette, és egy olyan érzékelővel ellátott távirányítót készített, amely a döntési irányba vezéli a kis járművét. Tulajdonképpen ez a digitális közösségi alkotóműhely arról szól, hogy kipróbálhatja, hogy melyik az, amelyik leginkább érdekli, és ha ezt a szakmát választja, mivel fog megismerkedni. Tehát egy pályaorientációs tábornak is, magának a pályaorientációnak az lenne a lényege, hogy úgy válassza a tanuló magát a szakmát, hogy tudja, miről szól. Ne akkor az első héten, az első hónapban lássa először, és azt mondja például az egészségügyben, hogy ő a vért nem bírja és nem szeretné ezt, itt megismerkedhet vele, és magában ebben a táborban is, hisz itt voltak az AI-sok, és elsősegélynyújtás alapjaival ezek a diákok is megismerkedtek, akik most a táborunkban itt vannak. A tábor egy Európai Uniós támogatásból készült digitális alkotóműhelyben kapott helyet, ahol a robotokba épített eszközökön és az étkezéseken kívül semmilyen más költség nem terhelte a szülőket.